A szokásos 4 évenkénti esedékes tisztújító eseményét tartotta a Győr-Moson-Sopron vármegyei kereskedelmi és iparkamra. A megjelent küldöttek egyhangulag ellenszavazat és tartózkodás nélkül választották újra Pinter Péntek Imrét a vármegyei kamara elnökévé a 2024-2028-as ciklusra, akit a jövőbeni terveiről kérdeztük. A jövőre továbbra is én azt hiszem, azt gondolom, hogy a kamarának a legfontosabb feladata, hogy a megyében a lehető legjobb körülmények legyenek a vállalkozások számára. Számtalan kihívás ér bennünket. Én két legnagyobb kihívást szoktam utóbbi időben emlegetni. Az egyik az, hogy szokták mondani, hogy arany háromszögben vagyunk, ugye Budapest, Pozsony és Bécsnek a valamilyen meccéspontjában, ez a megye és ez a régió. Igen, ám ez nagyszerű dolog, de meg kell tanulnunk ennek az előnyét is kihasználni, mert idáig igazából ennek a hátrányait élvezzük, mert ezek a nálunk sokkal fejlettebb régiók, ezek olyan munkaerő elvonást, elszívást eszközölnek a mi régiónkból, hogy óriási munkanélküliség van, és nagyon sok, nagyon jó képességű, lojális és kiváló munkaerő, az nem a magyar gazdaságot gyarapítja, hanem Ausztriát, illetve majd egyre többen Szlovákiában is. Erre kell valamit megtalálnunk, és nem úgy találni, hogy ostorral hazahajtani ezeket az embereket, mert úgysem lehet meg egy képtelenség, hanem nekünk, a vállalkozóknak kell olyan versenyképesnek lenni, olyan versenyképes munkáikat ajánlani anyagilag és erkölcsileg, amivel ezek az emberek hajlandók inkább itthon dolgozni és Magyarország boldogulásáért tevékenykedni. Második fontos tényezőként és feladatként a járműipar változását emelte ki az elnök. A másik nagyon fontos terület, hogy itt van a mobilitás új útjai. A mobilitás új útjainak hívom én azt a rengeteg változást, ami most a járműipar környékén történik. Egyik oldalon magában a termékben történik óriási változás, ha csak azt veszem, hogy mi fogja a terméket, mi lesz a hajtáslánc, hogy elektromos autó, belségésű és az milyen lesz. A másik oldalon a termék előállításban. És egy olyan régiónak, mint a miénk, ahol az országos átlag úgy néz ki, hogy a járműipar Magyarországon a túlreprezentált iparág, az iparon belül a 25%-át adja az ipari termelésnek, ez mindegyikben 71%. Hihetetlen túlreprezentált a járműipar. És a járműiparnak az új irányai, meg kell néznünk, hogy milyen hatással lesz magára a járműiparra, és meg kell néznünk, hogy egyébként mi hatása lesz a megye gazdaságára, és erre jó válaszokat kell adnunk. A rendezvény végén átadták a kamara két legnagyobb elismerését. A kiváló kamarai partnerségért díjat Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellára kapta meg. Kiváló partnerségért kapja Gede Eszter, a Szakképzési Centrumnak az igazgatója, kancellárja, és a duális kérdés az rettentően fontos a kamara életében, és a centrumon együttműködés az nekünk nagyon, nagyon fontos. És büszkék is vagyunk rá. Éppen két hete volt körülbelül a szakmasztárja nevezett országos verseny, és ahogy ott szerepeltünk, az példaértékű. Budapest hozott el 39 dobogós helyet, azért Budapest az óriási lakosságával, és mi vagyunk a másodikok a 30 helyezéssel, a győri térség, és a következő megye az Bács-Kiskun megye 16-tal. Tehát óriási különbség van közöttünk, és ez a technikumok és a kamarának, a duális képzőhelynek az együttműködésének köszönhető, és ez Eszterben nagyon fontos szerepet játszik. A kiváló kamarai munkáért érdemérmet Stanyik Péter vehette át, aki hosszú éveken keresztül képviselte a megye egyik meghatározó nagyvállalatát a kamarában. Több cikluson keresztül küldöttként, az ipari tagozat elnökségi tagjaként és a műanyagipari szakmai osztály elnökeként támogatta a szervezet szakmai tevékenységét. Szakmai tudásával magas szinten hozzájárult az ipari tagozat működéséhez és a szakmai kapcsolatainak erősítéséhez.